Kedves 8-os diákok, Erdély szerte, sziasztok! Mint minden tanévben, ilyenkor el szoktunk jönni az iskolátokba, hogy bemutassuk nektek a Kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium, a JZUK két liceumi osztályát, meséljünk nektek az iskolánk életéről, a tevékenységeiről, mert tudjuk, hogy fontos döntés előtt álltok. A liceumi évek azok meghatározhatják egész életeteket. Ebben a fura helyzetben viszont nem tehetünk más, mint hogy egy videón keresztül üzennünk nektek. Reméljük, hogy még így is átjön a JZUK sajátos hangulata. Egy iskolát persze sokféle módon lehet jellemezni, értékelni, az oktatás minőségén keresztül a felszereltségig, a közösségi hangulatig, a tevékenységekig. Most egy olyan részt választottunk, ami egészen rendhagyó. Arra kértük néhány volt diákunkat, hogy országhatárok nélkül meséljenek nektek egy kicsit arról, hogy hol vannak, mire jutottak, mivel foglalkoznak és mennyire szeretik a munkájukat. Kell-e ennél több akkor, amikor az ember a liceumi éveknek az értelmét keresi? Figyeljetek csak! Sziasztok! Antika vagyok, és a JZUK humán osztályába jártam. Sziasztok! Timi vagyok, a JZUK-ban végeztem, reálszakon. Sziasztok, Orsi vagyok, a JZUK reálszakán végeztem, és régész vagyok. Hello, Boti vagyok. Imre István vagyok. Tovács Robert vagyok. Kinga vagyok. Anita vagyok. Magyari Levi vagyok. Rüsz Tamás vagyok. Sajem Tünde vagyok. Kati vagyok. Áron vagyok. Engem Tőcegi Zsuzsának hívnak, és első osztálytól 12. osztályig érettségig voltam a JZUK diákja. Már pár éve Franciaországba élek, ahol a mesterim egy részét végeztem. Az alapképzésem állattenyésztőmérnök, és jelenleg a Rudiár csoport nemzetközi innováció központjának vagyok az egyik kutatómérnöke. Kemény hozzáállással elértem, hogy szívorvosként dolgozhassak jelenleg a Kolozsvár egyik legnagyobb kórházában. Azért választottam ezt a szakmát, mert mindig nagyon érdekelt a történelem, és nagyon izgalmasnak tűnt számomra az, hogy a feltárások során a különböző történeti korokban élő emberek nyomait és használati eszközeit ássuk ki a földből. Most szakácsként dolgozom. Azért szeretem, amit csinálok, mert egy kreatív és folytonos kihívásban tart. Mindig tanulok, és mindig tudok fejlődni. Reálosztályt végeztem a JZUK-ban, és jelenleg légiutas kísérőként dolgozom a Qatar Airways légitársaságnál. A suli után elvégeztem az építőmérnöki egyetemet, és jelenleg egy kolozsvári építkezési cégnél dolgozom Bukarestben. Ügyvéd vagyok Kolozsváron, már több mint 10 éve. Én a mérnöki infót választottam, mert nagyon szeretek megoldásokat keresni és kapni érdekes feladatokra, és azért is, mert ez az egyetem egy kihívás volt számomra. 4 éve Failure Analysis mérnökként dolgozom a Dialognál. Meghibásodott mikrocsipeket kell kivizsgálnom. Valóságos detektív munka. Elektron, digitális és infravörös mikroszkópok, 2D röntgen és komputertomográfia, illetve sok más analízis módszer és műszer segítségével derítem ki a meghibásodás okát. A munkám során bejártam már szinte az egész országot. Az a szép benne, hogy nincs két egyforma projekt. Mindenik építkezés más, új emberekkel ismerkedsz meg különböző helyszíneken. Volt már olyan, hogy 8 hektáros zöldmezőn kellett logisztikai központot építeni, és senki sem volt a közelben, vagy épp Bukarest központjában egy 20 emeletes irodaépületet és a szemközti tömbházból savanyú borkával dobáltak meg éjjel betonozás közben. Jelenleg Bukarestben a híres Victoria tértől pár száz méterre építünk egy irodaházat 3 föld alatti és 6 föld feletti szinten. A felfedezés, a kutatás az, ami igazán foglalkoztat és szórakoztat. Ezeknek köszönhetően 5 nemzetközi díjjal, valamint 2 szabadalmaztatott találmánnyal is rendelkezek, mint például az okos cserét. Most a Kolozsvári Állami Magyar Színháznak vagyok a társulati tagja. Sebészmeszidens, örök és jókás. Nap mint nap egyedi helyekre érek el, új kultúrákat ismerek meg, és érdekesebbnél érdekesebb embereket. Volt, amikor arra vágytam, hogy legyek sürgősségi orvos, és az lettem. Most a gyereksürgősségén dolgozok, és a Smurdon. Az Innováció Központban arra törekszünk, hogy 2 fontos alapmesterség minél jobban fejlődjön. A mezőgazdaság és az állattenyésztés. A mai világ fontos kérdéseire kell megoldásokat találni, mint például a mezőgazdaság hatása a környezetre.
különös időket élünk most. Olyan, mintha háborúban lennénk, csak annyi, hogy a csatatér épp a kórházakban zajlik. Ilyenkor is annál jobban szeretem a munkám. Mint első vonalú gárdás, sokszor nehéz azért a feladatom, mert úgy kell a betegeken segítsek, hogy biztonságba tartsam őket is, magamat is és a munkatársaimat is. Már kollégistaként eldöntöttem, hogy angol tanár leszek. Voltak tanáraim, akik inspiráltak, akik megmutatták azt, hogy mit is jelent tanárnak lenni. Hiszen itt nem csupán arról van szó, hogy leadjuk a tananyagot, számon kérjük, osztályozunk, hanem ennél sokkal többről. Törődésről. Törődni azokkal a gyerekekkel, akik esetleg tanulási nehézségekkel küszködnek, illetve azokkal, akik kimagasló tehetségek. Megmutatni nekik azt, hogy hogyan is tudják kamatoztatni tehetségüket. Amennyiben hozzánk iratkoztok 9-ben, nektek is lehetőségetek nyílik kísérletezni, versenyezni, nemzetközi innovációs versenyekre járni, sőt, még én is fogok segíteni a felkészülésben. Mindezek a versenyek pedig nagyon hasznosak és fontosak lesznek az egyetemi felvételihez. Iskolánkról azt is kell tudni, hogy Cambridge nyelvvizsga központ vagyunk, diákjainknak lehetőségük van emelt szintű nyelvvizsgát letenni 11. osztály végén, illetve 12. osztály első felében, amivel kiválthatják az érettségit, ezt felhasználhatják egyetemeken, és nem utolsó sorban különböző munkahelyeken. 9. osztály kezdetétől erre a vizsgára tudatosan készülünk. És a félénk városi gyerekből kórustag, majd egy később egy rock együttes frontembere lett, persze amatőr szinten, de felfedeztem, hogy tudok énekelni, és vállalhattam több száz ember előtt, és ezt mind a Jézsókának köszönhetem. Kárben nagyon sok lehetőséget tud nyújtani. Én eszméletlenül köszönöm azt a bizalmat és támogatást a tanáraimtól, amivel megajándékoztak engem, hogy mindig visszatereltek arra az útra, ahol lennem kell, és amit szívesen tudok csinálni. Mindamellett, hogy tudtam már, hogy színművészetire fogok felvételizni. Lehetőségem nyílt belekóstolni más területekbe is, mint például a rendezvényszervezésbe, vagy a színjátszó csoportba, a kosárlabda csapatba. Mindamellett, hogy versenyekre jártam, lehetőségem nyílt cikkeket is írni különböző rendezvények kapcsán. Próbálgattam a hangomat, próbálgattam azt, hogy miben tudok érvényesülni. Sokat tanulsz a közösségi életről, a felelősségvállásról. Diákéveim legszebb időszakát a JZUK-ban töltöttem. Így hát annyira megszerettem ezt az iskolát, hogy a gyerekeimet is abban támogatom majd, hogy ide járjanak sulizni. Húzzatok rá, most már nincsen sok. Mindjárt itt vannak a vizsgák, és utána készüljetek fel egy teljesen más életre. Jöjjetek a sok lehetőséggel, ami rátok vár. Je vous souhaite bonne chance pour vos examens, et n'oubliez pas de prendre sérieusement l'école, c'est très important. Ein Hinweis für euch. Fremdsprachen und Wissen sind immer nützlich. Ich wünsche euch alles Gute und viel Glück. Tschüss! Tanuljatok és folyton fejlődjetek. Hello! Olyan szakmát választotok, ami örömet okoz nektek, amiben jól érzitek magatokat, mert akkor fogjátok ezt igazán jól művelni. Merj nagyot álmodni, és kell mindig a nehezebbet választani, és dolgozz is meg érte. Mert szerintem az igazán lelkes munka hozza meg a várva várt zamatos gyümölcsöt. Higgyetek önmagatokban, és legyenek álmaitok. Jelentkezz a JZUK-ba. Légy a tanítványom. Megjött a beton. Hajlá, trábon! A JZUK Erdély egyik legjobb iskolája, amely elnyerte a Magyar Örökség címet és akkreditált kiváló tehetségpont. Erőssége, hogy hangulata, arculata, programja van,
hogy szigorú, de emberséges követelményeket állít tanulói elé. Egy olyan hely, ahol nem csak tanulunk, hanem alkotunk, kibontakozunk, és ahol együtt készülünk a jövőre. Segítünk neked abban, hogy az álmaidat megvalósítsd. Ha érdekelnek a reáltudományok, gyere a matematika-informatika osztályba. Ha pedig a humántan tárgyak a kedvenceid, gyere a teológia osztályba. Mindkettőben két idegen nyelvet elsajátíthatsz emelt szinten. Mottunk Mózis et Virtutibus, és megtalálsz bennünket kincses városunkban, Kolozsváron, belvárosban, patinás épületben. Ha jó hangulatban akarsz tanulni, légy Jézsi Lukás diák!